Tahitót, Falut, Vácót és Szobot követően Szentendrén is megnyílt a kormányablak a Dunakanyarban. A hivatalt az egykori honvédségi tisztikaszinó évtizedek óta elhanyagolt, de most frissen felújított épületében alakították ki. Vitályos Eszter, a miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkára az ünnepségen elmondta, hogy a kormányablakoknak köszönhetően leegyszerűsödött az ügyintézés, és nagyrészt költségmentesen lehet a hivatali teendőket elintézni. Kiemelte, az egyablakos emberbaráti rendszerben több mint 1000 ügyet lehet egy helyen elintézni. Ez a mai avató ünnepség nem csak azért fontos számomra, mert szép példája annak, hogy a kormány milyen sikerrel alakította át a korábbi bürokrácia központú állami ügyintézést, emberközpontú, ügyfélközpontú, valódi szolgáltató ügyintézéssé, hanem azért is, mert egy számomra nagyon kedves városban ünnepelhetek. Ide mindig szívesen és örömmel jövök, és őszinte szívvel mondhatom, rám segítségül minden olyan törekvésükben számíthatnak a szentendrei polgárok, vállalkozók, városvezetők, amivel gyarapítják, szépítik, élhetőbbé teszik e várost és a környékét. Baltai Tíme, a helyettes államtitkár elmondta, Pest megye kiemelt terület mind az ügy, mind az ügyfélforgalom szempontjából. A szentendrei már a 259. kormányablak a megyében. Az államtitkár kitért arra, hogy a jelenlegi 1131 elintézhető ügykört a kormány további 300-zal fogja bővíteni. Kitért arra, hogy bár ez az ügyintézőkre nagy terhet ró, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen újrainduló képzéseknek köszönhetően tudják majd naprakésszé tenni tudásukat. Majd hozzátette, hogy a kormányablakok mellett arra törekszenek, hogy megteremtsék az elektronikus ügyintézés alapjait. Látjuk azt, hogy például 2016. január 1-e után az opcionális időszakot követően július 1-től immár a közigazgatási eljárások vonatkozásában kötelező lesz az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal. Ezt a célt szolgálja a korábbi uniós ciklus forrásaival kialakított munkafolyamatkezelő rendszer, amely megteremtve az elektronikus ügyintézés alapjait egy úgynevezett intelligens űrlapon keresztül fogja biztosítani első körben az ügyintézőkön keresztül, a későbbiekben pedig az otthon kényelméből majd az ügyintézést. Ezt a célt szolgálja a szintén uniós forrásból kialakított interaktív virtuális ügyfélszolgálat, vagy pedig a jelenleg ügyintézők munkáját segítő tudástár, amely egy olyan alkalmazás, amely minden jogszabályi hivatkozást, egyéb vonatkozó dokumentációt tartalmaz az adott ügykörök vonatkozásában. Tarnai Rihárd kormány megbízott ünnepi beszédében a szentendrei kormányablak épületének múltját állította párhuzamba a magyarországi közigazgatás történetével. Elmondta, hogy a II. Világháború előtt épített épületet ugyanúgy hagyták leromlani, mint ahogyan az államszocializmusban hagyták szétesni a Magyari Zoltán közigazgatási szakember által 1945 előtt megalkotott állami szolgáltatások rendszerét. Azt gondoltuk és azt gondoljuk, hogy ha az állam a szolgáltatásait egy helyre tudja összpontosítani, és ott mindenfajta állami szolgáltatás elérhető az ügyfelek számára, az jó. Ez tehát a tartalom, ebből épült föl tehát az államigazgatás épülete 2010 után. Verszegi Nagy Miklós, Szentendre polgármestere elmondta, hogy a város stratégiáját három pillérre alapozták. Az épített környezet fejlesztése, a közösség formálása és a szolgáltatások minőségének javítása. A kormányablak megnyitásával a szolgáltatások színvonala javul a településen. Ez egy nagyon nagy átalakuláson ment keresztül ez az épület, nekem hivatal vezető úr voltából volt szerencsém bepillantást nyerni az építkezés előtt, építkezés alatt is az épület állapotával, hogy azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon impozáns ez az átalakulás, ez a metamorfózis, amin ez az épület keresztül ment, és tényleg egy 21. századi csodálatos létesítményben lehetünk ma jelen. A kiszolgálás minősége, ami itt a mai nappal is egy jelentős lépést tesz előre, nem a humán oldalról, hanem az infrastruktúrális oldalról, ez rendkívül fontos a városnak az életében. Bár a kormányablakban már reggel az ünnepség előtt megkezdődött az ügyintézés, jelképesen is átadták az intézményt. A nemzeti színű szalagot Vitályos Eszter államtitkár, Baltai Tíme a helyettes államtitkár, Tarnai Rihárd kormány megbízott és Verszegi Nagy Miklós Szentendre polgármestere vágta át.